Áldás békesség, Istennek igéjét olvasom a Kolossé levélből, annak második fejezetéből, a hatodik és hetedik verset. Azért amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Nagyon szeretem azt az új szövetségi fogalmat, amit itt olvasunk a hatodik versben. Peri pateóként hangzik az eredeti zövegben, ami azt jelenti járás. A hívő életet az ige járásként mutatja be. Ha már megérintettek téged, a nagy hét eseményei. Ha már feltárult előtted az Úr Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának az üzenete, ha elfogadtad az Úr Jézust, személyes megváltódnak, újjászülettél, megtértél, akkor ne topogj egy helyben, hanem kezdj el járni. Kezdj el az új életben járni. A megtérés az nem valaminek a vége, hanem az új életnek a kezdete. Kezd el ezt az új életet. Amiképpen fogadtad az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetét, úgy kezdje járni ő benne. Ez a járás nem feltétele az örök életnek, hanem a következménye nem azért élsz hívő életet, hogy üdvösséged legyen, hanem azért, mert már üdvösséged van, ha csak ugyan megérintette az evangélium a te szívedet. Pálapostól leírja a Szentlélek által, hogy ebben a hívő létben, a Krisztusban való létben meg lehet gyökerezni, tovább lehet épülni, lehet hitben erősödni. A probléma az, amikor a megtérést hangsúlyozzuk, de nem beszélünk a hívő életnek a növekedéséről, a fejlődéséről, az Úr Jézussal való kapcsolatunknak az elmélyüléséről, amit megszentelődésnek hívunk. A probléma az, amikor hiszek Jézus Krisztusban, de nem erősödik a hitem, és nem mélyült el a kapcsolatom ővele az elmúlt évek, évtizedek során. Márpedig a megszentelődés egy elengedhetetlen folytatása a mi megtérésünknek. A gyülekezetünkben úgy szoktam ezt magyarázni, hogy olyan ez, amikor elültetünk egy magot, elkezd gyökerezni, de már nem hajt ki, ő már nem hoz termést, már nem hoz gyümölcsöt, és ilyenkor meg lehet, hogy gyökérproblémák vannak. Isten azt szeretné, hogy erős gyökeret verj ő benne, hogy járj vele. Járj vele! Ez azonban elengedhetetlen. A megszentelődésnek az eszközei. Az aktív gyülekezeti élet, az ige hallgatása, olvasása, a naponként elcsendesedés Istennel, az Úr Jézussal való igaz, élő kapcsolat. Nem ismerek olyan megszentelt Krisztusban hívő életet, ami ezeket nélkülözné. Jézus Krisztus hív téged, hogy járj vele, növekedj a vele való kapcsolatban, és a szíved és az életed tele lehet hálaadással. Amen.